a Vesztek Zára Grand Hotelben a Rejtő Jenőnek az azonos című regényéből írt színpadi mű. Hanvai Kornél az, aki drámát írt ebből a regényből, átdolgozta természetesen, mert ez egy nagyon szövevényes, rengeteg szereplős krimi paródia eredetileg is. A krimi paródia jellegét és a humorát megtartotta, de a szereplőkön meg a sztorin változtatott némiképp. Varró Dani jegyzi a dalszövegeket, és Darvas Benedek a zenéjét ennek a műnek. Tehát egy nagyon szellemes, nagyon humoros, nagyon-nagyon színes rejtői világú végjátékot láthatnak a nézők. Az a kihívás a mai napig, hogy sikerül-e a Rejtő Jenőt színpadra tenni. Tehát az a fajta humor, az a hang, az a hangütés, az a stílus, az a világ, amit az ő regényeiben szeretnek az olvasók, az színpadon megteremthető-e, és ha igen, akkor hogyan, milyen eszközökkel. És akkor mi ezt próbáltuk a látványvilágban, a koreográfiában, a színészvezetésben, tehát ez volt benne a kihívás. Ma is rengetegen olvasnak Rejtőt, tehát szerintem ő azért az a szerző, akit nem olyan nehéz eladni a mai fiataloknak sem, tehát nem használ borzasztó archaikus vagy klasszikus nyelvet, tehát ismerik azért őt, és szeretik őt, és ezek a regények meg olyan értelemben meseszerűek, hogy fiktívek azért. Tehát, hogy tudjuk, hogy az ő légiós történetei, vagy krimi történetei mind-mind a műfajnak a paródiái. Én 2012-ben végeztem a Marosvásárhelyi Egyetemen rendezőszakon, és azóta szabadúszó rendezőként dolgozom, és a nyáron keresett meg Novák Eszter ezzel a felkéréssel, hogy dolgozzak a társulattal, aminek nagyon örültem, és most is nagyon örülök, és ez az első olyan munkám, ez az első szilveszteri munkám, tehát még sosem volt ilyen próba folyamatom. Nehéz munka folyamat, de nem tudom, hogy biztos benne van ebben az, hogy ez az első olyan fő próba hét, amit egy karácsony indít, tehát ilyenkor valószínűleg mindenkinek nehezebb a munkára koncentrálnia, vagy sűrűbb és intenzívebb lesz most az előttünk álló próbahét. Nyitottan és érdeklődéssel fogadtak, azt hiszem, és próbálgatjuk egymást. Ezért ajánlom ezt az előadást, mert fantasztikusan szellemes. Ez a világ, ez a rejtői világ, és egyszerűen kár kihagyni, vagy hogy aki szórakozni, nevetni szeret, az mindenképp nézze meg.